A Maci most egyedül ül a széken, szerencsére nincs ez mindig így az Öntő utca 19-ben. Bodrogi Anita egy Facebook csoportban olvasta a súlyos beteg kislány történetét, és már másnap indította is a jótékonysági fotókampányt. Napközben minőségügyi szakember délután ebben a stúdióban várja az adomány alapú fotózásra segíteni vágyókat. Reginának gyűjtünk, akinek nagyon súlyos betegsége van, a glioblastoma, multiforma betegség, ami hát mint köztudott a legrosszabb típusú agydaganat. Sajnos Reginának agytörzsi glioblasztomája van, ami sajnos nem operálható. Magyarországon kimerültek a lehetőségek a kezelésével kapcsolatosan, és szülei felkutatták a legközelebbi lehetőséget, ami Kölnben van. Lovagi Milán korábbi beteg gyermekek gyógyulását segítő Déméterház akciója mintájára jött a jótékonysági fotózás ötlete. Már 180 ezer forint gyűlt össze Regina gyógykezelésére. Aki szeretne hasonló fényképeket és ezzel egyben részt venni a karitatív kezdeményezésben, október 29-én péntekig naponta változó időtartamban, de este 7-ig nyitva áll a fotóstúdió. Ha nagyobb lenne az érdeklődés, a jó cél érdekében plusz órákat is vállal Anita. A kislány gyógyulásának támogatására több közösségi oldal is létrejött, az egyiken jótékonysági licit is indult. Sajnos nagyon kevesen jönnek el a fotózásra, hiszen senki sem biztos abban, hogy valóban a pénz oda fog kerülni, ahova kerülni kell. Igazából édesanyjával beszéltem, ő elmondta nekem, hogy nagyon sok pénzre van szükség, jelen pillanatban 5 millió forintot kell összegyűjteni, hogy november 2-án megkezdhessék a kezelést. És hát úgy tűnik, hogy a mai állás szerint 3,5 millió forint jött össze. Aki segíteni szeretne, azt még ezen a héten várják az Öntő utca 19-ben, illetve az alábbi számlaszámon hozzájárulhat Regina gyógyulásához.